Tóth Andival mi lesz? Milyen címlapsztorikat váratunk? Figyelj, félek. Adásunkkal egy időben megjelent, összeköltöztek. Mi? Már? Gondolom, majd ilyen lesz, mert ebből az interjúból kijövünk. Ennyi sok szeretetet, például mint Magyarországon, nem kaptam sehol, pedig már csináltam ezt a showt Romániába is, Belgiumba is. Nem félek, én bármilyen kérdést meghallgatok. Az, hogy válaszolni is fogok, azt meg meglássuk, de... Sziasztok, itt André Mangra, üdvözlöm a Budapest Eye nézőit. Nézzétek meg az interjút velem, szerintem érdemes lesz, és nagyon tetszeni fog. Budapest szemem mindent lát, Budapest szemem mindig online. Ez a Budapest áj, ez a Budapest áj, ó, ez a Budapest áj. Budapest áj, Budapest áj. Kimondja a Budapest áj. Igen. Igen. Szervusztok budapestai nézők! Itt vagyunk először maszk nélkül, itt vagyunk André Mangra, nem tudom kimondani a nevedet, soha Mangra, nem Mangra, Mangra, Mangra! Mangra! Val, akinek nem szabad most megszólalni, mert először fel akarom hívni a figyelmeteket arra, hogy nyomjátok meg oldott a csengőt, iratkozzatok fel ránk, kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, az utcán is. Nem az utcán, nem. Őt nem, engem igen. Szervusz! Hello! Nagyon örülök, hogy itt vagy, utoljára Bercivel tudtunk a Dancing with the Stars-ban egy ágyban lenni. Azt is nagyon élveztem, ezt is nagyon fogom, előre látom. Kezdjük az alapoknál. Hát kezdjük. Mi volt nálad az a pont, amikor azt érezted, hogy neked a tánc az életed? Volt-e valami inspiráció, egy film, egy táncos, akit láttál? Miből indult, hogy te az lettél, aki ma vagy? Igazából az anyukám is ugyanebben a szakmában van, ő is táncos volt, ő volt Romániának az első táncsportegyesület elnöke. Szóval volt és van neki egy tánciskolája, ami mai napig is működik, és hát iskola után, óvoda után szoktam oda menni a terembe. Először igazából nem tetszett a tánc egyáltalán, nem is akartam kipróbálni. De eljött az a nap, amikor kipróbáltam, azért, mert valaki megtetszett nekem. És akkor vele táncoltam egyet, és mondtam, hű, az nagyon tetszik. És azóta soha se hagytam abba. Azóta igazából profin csináltam. És úgy is gondoltam, és úgy is láttam, hogy hát ebből karriert fogok csinálni. És ez is lett. Nem is akármilyen. És kanyarodjunk is rá arra, hogy mitől lettél te Magyarország a leghíresebb. Essünk rajta túl most. Gabriella Spanek. Persze. Mert úgyis mindenki erre kíváncsi. Persze, úgyhogy persze. A sajtóban 2 percenként tekergettem az újabb romantikus híreket. Ott se válaszoltál, most se fogsz konkrét lenni. Mi történt? Te, nagyon konkrét fogok lenni most is. Figyelj, arról van szó, hogy... Mi történt külföldön? Mindenkit ez izgatott itt Magyarországon. Az, persze Gabinak köszönhetem az, hogy itt... Hát, hogy sok rajongón van itt, de szerintem az volt a beindulása az egésznek, mert ha én nem lettem volna szimpatikus a nézőknek, akkor egyébként nem lájkoltak volna be, vagy nem követtek volna be. Szóval Gabi volt a kezdete, de aztán szerintem az is, hogy nem vagyok rossz fej. És köztünk mi volt? Hát köztünk egy nagyon jó barátság volt, de attól lett nagyon szoros, hogy mert a második héten meghalt az anyukája, én meg akkor nem voltam szingli, most ennyit elmondhatok, és pont azon a héten én is szingli lettem, úgyhogy az, hogy ő elvesztette az anyukáját, én meg a páromat, az minket nagyon közel hozott egymáshoz. És onnan persze kívülről úgy tűnt, hogy nagyon szeretjük egymást, szerelmesek vagyunk egymásba, persze sajtó nagyon szerint. Szerettük egymást, és szeretjük is, ma is beszéltünk például, de az volt a pillanat, ahol így nagyon bekapcsoltunk egymáshoz, mert én is egyedül voltam itt, ő is egyedül volt, jó, ő a fiával volt, de hát, na, ő is egy
másik országban volt egyedül mondjuk, és akkor az minket nagyon összehozott, és onnan kezdődtek a sok hírek, hogy szerelmesek vagyunk, meg ez, meg az, de igazából csak nagyon-nagyon jó barátok, sőt több mint ez, mert mondom, ugyanabban a hétben, kb. Ugyanabban a napban mind a ketten elveszítettünk valakit, valaki fontosat. Persze sokkal, szerintem sokkal fájdalmasabb az, hogy az anyukádat el... hogy az anyukád meghal, de hát nekem is fájt, hogy egyedül maradtam. Szóval a tüdös tragédia összehozott titeket sokkal jobban. Igen, és azért gondolom, hogy attól a perctől másképp is viselkedtünk egymással, sokkal nyíltabb és őszintébb voltunk egymással, és hát igen, onnan kezdődött az egész. De igazából ezt mindig mondtuk, nem tudom miért mondod, hogy nem. Mi mind a ketten azt mondtuk, hogy csak egy szoros barátság van. De most már... Bocsánat, én a sajtóból indulok ki, a csúnya gonosz sajtóból, ami ugye szereti egy picit túlszínezni a love story-t. De most szerintem elmagyaráztam, hogy miért, mert van is ennek egy oka, szóval amit a sajtó látott, az igazából meg is történt, mert mi kapcsolatunk szorosabb lett most a kedves nézőid, meg is fogják tudni, miért igazából lett szorosabb a kapcsolatunk. Szóval tudod, ne, a sajtó valamit lát, nem... Amit lát, az nem mindig hülyeség. Csak hogy, na, mindenki úgy érti, ahogy akarja, és ha mi nem nyilatkozunk, akkor meg aztán ez egy szép fantázia volt mindenkinek szerintem. Hagyjuk is akkor ezeket. Tóth Andival mi lesz? Milyen címlapsztorikat váratunk? Figyelj, félek. Adásunkkal egy időben megjelent, összeköltöztek. Mi? Már? Gondolom, hogy ilyen lesz, mert ebből az interjúból kijövünk. Tippelek. Én szerintem félek is, milyen címek fognak jönni. Amúgy nem tudom miért, mert én imádom Andit. Az első pillanatban is úgy éreztem, hogy mintha már 100 éve ismerem. Úgy látom őt, mint magamat 8 évvel ezelőtt, ő 22 évesen 30. Pont olyan bolond voltam, pont olyan nagy volt a szám, persze idővel megtanultam ezt valahogy kontrollálni, önmagam maradtam, csak hogy megértettem, hogy mikor mit kell mondani, mikor nem kell semmit mondani, mikor... Igen. Én is tanulom. Hát igen, ez ilyen. Úgyhogy benne pontosan magamat látom 8 évvel ezelőtt, mert olyan... Mikor próbálunk, olyan, mint egy kis nyuszi, mint egy kis, igen, olyan, úgy örül minden lépésnek, mindig azt mondja, még egyszer, ezt imádom, még egyszer, mond. Szóval nagyon jó lesz a kapcsolatunk, már nagyon jó a kapcsolatunk, és én nem látom, miért lennének cikkek, őszintén mondva, mert a próbánk nagyon, hát tiszta tánc, meg tiszta... professzionalizmus, szóval, de biztos lesznek cikkek. Segítek akkor, jó? Magyarország egyik legszexibb nője. Magyarország egyik legszexibb táncosa. Szerinted, hogy ne kombinálni? Á, biztos lesz kombináció, alig várom. Hát én is kombinálok itt, mert ne viccelj, szóval na. Hát figyelj, biztos lesznek cikkek, tehát ez erről is szól, ha elfogadod, hogy a tévében fog szerepelni, nem ez volt az életem álma. Én amikor befejeztem a versenytánc karrieremet, akkor azt gondoltam, hogy vagy színház, vagy tévé, de színház nem lett, tévé lett belőle, a színházban nem volt, nem, hogy nem voltam sikeres, hanem nem találtam semmi olyat, ahol tudnék dolgozni, és a tévé nyitotta ki nekem az ajtót, akkor ha bevállalod a tévét, akkor azt be kell vállaljad végig, hogy ez ilyen. És mindezzel jössz. Kedves színházi ismerőseim, ugye hallottátok, itt a lehetőség. Valaki munkát akar. Berci is említette, amikor velünk volt egy ágyban, hogy voltak támadások a műsor közben. Nagyon rossz kritikák. És ami a legrosszabbul esett neki, hogy ez főleg táncosoktól jöttek. Ilyenekkel te is találkoztál a műsor közben, ami... Kimondottan rosszul esett, hogy pont ő írja ezt? Én őszintén elmondom mindenkinek, hogy nem olvasok kommentet. Csak az én oldalamon, ott meg
igazából én eddig nem tapasztaltam olyant, aki kövessen és utáljon. Szóval, és ott olvasok, és próbálok mindenkinek válaszolni. Van sok, de nem olyan sok, hogy ne tudjak válaszolni. Úgyhogy ebből a szempontból én mindig is visszaválaszolok, legalább egy szívecskével, vagy lájkolom a kommentjét, vagy a posztját, vagy a, mit tudom én, a story, amit válaszol a storymon. Ebben meg kell, hogy erősítsem, mert nagyjából naponta olyan 2-3 sztárral szoktam interjúkat megbeszélni, és te vagy az egyetlen, aki egyből válaszol, nem kell egy napot várni, elérhető vagy. De az azért is, mert én nem tartom magam celebként, én egy táncos vagyok, aki azt mondom, hogy ki akartam próbálni, miután befejeztem a sportoló karrieremet, színház vagy tévébe jutottam, a tévé az a celebséggel jön, de amúgy én nem érzem magam annak, és azért is válaszolok vissza, mert én ennyi sok szeretetet, például mint Magyarországon, nem kaptam sehol, pedig már csináltam ezt a showt Romániában is, Belgiumban is, de annyi szeretetet és szép szavakat, amennyit itt kaptam, nem kaptam sehol. Úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok, és persze, hogy fogok válaszolni, ameddig tudok. Most, ameddig tudok, vissza fogok válaszolni, a 100%. Van egy közös pont az életünkben. A legnagyobb rajongóitok Gabriellával, ugyanazok, akik nekem is, mint annak én szerepeltem egy bődületesen rossz műsorban, az Ambrus nővérekről beszélünk. Ja, igen! Sziasztok, igen, lányok! Sziasztok! Nekem az első rajongóim a mai napig, akik kitartanak így, és követik, hogy mit csinálok. Te, nagyon imádom őket, olyan édesek. Hát igen, ők fullan dokumentálták az életeteket. Igen, fullan szurkolók voltak, és most is Andival, hogy más párban vagyok, most is ott vannak, kommentelnek, lájkolnak, szurkolnak, hát ők nagyon-nagyon-nagyon-nagyon édesek. És plusz, mikor Gabival voltunk, mindig, szóval az nagyon jó volt, hogy tudjad, hogy mindig van ott egy fix, stabil ilyen tábor, aki nektek szurkol. Hát az nagyon jó érzés. Csodálatos. Térjünk rá a budapestai kérdésekre, mert hogy vannak nekünk fix kérdések. Na, is. Fix kérdés, akkor fix, maradjuk fixen akkor. Mondjunk egy humorosabb dolognál. Mikor és mi nevettél utoljára egy isteni jót? Azon kívül, amit itt a felkészüléskor leműveltünk. Hát, nem tudom. Én mindig nevetek amúgy, szóval nagyon nehéz lenne elmondani, hogy mikor nevettem utoljára, nagyon, mert mindig nevetek, én nagyon pozitív vagyok. Nem emlékszem semmi olyan történetre. Fél órával ezelőtt egy temetésen. Nem mindenhol neveztem. Nem voltam temetésen már 100 éve, bocsánat. Vicc volt. Akkor most egy másik kérdés. Mikor sírtál utoljára, és mi váltotta ki ezt belőle? Hát ez pontosan akkor volt, mikor elhagytak. Ez pontosan akkor volt, mikor Gabriella anyukája meghalt. Hát nem emlékszem a dátumra. De a műsorban egy... De a műsor, hát igen, második hét, szombaton volt a műsor, szombaton halt meg az anyukája, kedden hagytak el, hát nem tudom, november eleje szerintem, vagy október nagyon vége, de szerintem november első, második, valami ilyesmi akkor. És azért. A Dance with the Stars gondolom kisegített ebből. Hát igen, a sok munka, meg persze azt, hogy támogattuk egymást Gabival, az nagyon, nagyon fontos volt nekem, mert mondom, ez nekem itt más nincs. Mit tanultál az elmúlt év során? Itt a covidos időszakra gondolok. Mi az, amit tanultál ebből az egészből, karanténból és ebből a borzalomból? Mi maradt meg benned, amit fel tudsz használni? Én azt tudom mondani, és na, remélem, hogy ezt senki se fogja félreérteni, hogy szerencsére én nem nagyon tapasztaltam ezt az egész covidot, mert mikor elkezdődött az egész, tavaly márciusban, akkor valahol Bukarestbe éltem, az ex-tánc partnerem elrántott onnan, menjünk, bezár az ország, mondom, hagyjál békén, menjünk, elmentünk a hegyekbe, ahol persze nem volt semmilyen féle tilalom, és ott voltunk 2 hónap, de persze be is zárt az ország, bezárt minden,
ti meg remeték voltatok. Mi meg ott voltunk a hegyekben, hát ott mit csináltunk? Kondiztunk, persze otthon, csak hogy a szüleinek volt egy nagyobb háza, és lehet kint is, bent is, mindenhol, mert az erdőben, szóval két hónapig ott voltunk, és aztán, amikor minden feloldódott, kb. Május 25-e vagy 15-e, ha jól tudom, akkor visszamentem tanítani, és egész nyáron tanítottam, aztán megjött ez a Dancing with the Stars, ami elkezdődött nekem szeptember 1-én, augusztusig dolgoztam, és akkor szeptember-decemberig én full dolgoztam. Szóval még ha nem is lett volna minden zárva, akkor se lett volna időm sokkal több dolgot csinálni, mint amit csináltam, mert Gabival egész nap kellett próbáljunk, nem hogy kell, hát ez a műsor ilyen, mikor elkezdődik, ez 24/7, szóval ez. Aztán elmentem Gabival Mexikóba, ami ahogy mindenki tudja, ott nem volt semmilyen tilalom, ott nem volt semmilyen bezártság, két hónapig voltam ott. Aztán visszamentem a szüleimhez, mert születésnapja volt mind a kettőnek. Romániában se volt már nagy tilalom, itt tudom, hogy volt, Romániában nem. Úgyhogy visszamentem tanítani, tanítottam, és most minden nyitva, szóval nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy igazából nem tapasztaltam, mert ez amit mi dolgozunk, az most nagyon tönkrement. A tánc, meg a zene, meg a minden ilyen színészkedés, igen, minden, hát nem hogy tönkrement, de szenvedett sokat, nagyon sokat szenvedett. És mit tanultam ebből? Az, hogy élvezd, és örülj neki, ha van munkád, ne panaszkodj, hogy fáradt vagy, ne panaszkodj semmire, örülj, hogy van, csináljad szívvel, vigyed végig, mert sohasem tudod, mikor valaki vagy valamilyen szituáció elveszi tőled, és akkor mi lesz. Mi futott át rajtad? Milyen érzés, amikor a telefont letetted, és előtte beszéltél valakivel, aki azt mondta, hogy figyelj, a Dancing with the Stars-ban kellene táncolnod. Mi jutott az eszembe? Mm-hmm. Yes! Elunk a Dancing with the Stars ugye innentől ismert dolog. Előtte is tudtuk, hogy létezik, de mivel Magyarországon nem volt, nem igazán foglalkozott vele. Az igaz, de mondjuk a magyar Dancing with the Stars producerje, az még ha tudja is, hogy én külföldön csináltam, azért nem 100%, hogy itt is bevesznek, mm-hmm. Szóval mindig, ha egy új országba bevesznek, az annak örülsz, nem? Mert hát ez nem attól függ, hogy mennyit csináltál ezelőtt, hanem attól függ, hogyha a karaktered bejön nekik. Én külföldi Dancing with the Stars 2 évadot néztem, de csak azért, mert nagy Spice Girls rajongó vagyok. És Mel B és Emma Bunton is táncolt. Aha. Ennyi. Meg Kirstie Alley-t imádom. Na, látod valamit? Te is láttál. Igen. Melyik volt életed eddigi legboldogabb időszaka? Legboldogabb időszaka az utolsó 2-3 év. És miért? Azért, mert amióta fiatal, vagyis most sem vagyok öreg, de hát amióta tínédzser voltam, mondjuk, erre álmodtam, hogy showt táncoljak. És most 5 éve ezt csinálom, most az első évet nem tesszük oda, mert olyan sehogy próbálkoztunk, második év már jó volt, de nehéz, aztán bejött, most nagyon megy. Szóval ez az utolsó 3 év, ez nekem a legboldogabb az életemben. Még úgy is, hogy csak a munkáról szól, de hát ez engem olyan boldoggá tesz, hogy nem, hogy nem kell más, mindenkinek kell minden, de ez nagyon boldoggá tesz. Valamit tudnotok kell előről a fiatal emberről, beillatozza az egész hotel. Eddig akárkivel itt találkoztunk, azt mondta, hogy ne jó illatod, és tényleg. De nem árulom el, milyen parfümöt használok, mert az reklám. Hát az biztos, de nem. Akkor mondd ki, és kisípoljuk, jó? Mi a parfüm neve? Mi a parfüm neve? De én honnan tudja, hogy kisípoltam? Én a szavamat adom. Hát... És... Na most nem fogjátok megtudni, meg kisípoltam. Istenű jó illata van. Köszönöm. Szóval belengi az egészet.
itt van előttünk a párna helyett egy kristálygömb. Aha. Ami bármit megmutat neked a jövődből. Aha. Egy évre előre. Nem akarom tudni. Mit akarnál tudni? Dehogy nem, én tudom, hogy akarod tudni. Nem akarom. Mire lennél kíváncsi? Mikor lesz magánéletem? Nem mondj mire. Nincs magánéletem. Nincs. De van. De mikor lesz egy olyan, hogy nem leszek csak én magam? Amúgy nem szenvedek, hogy egyedül vagyok. Nagyon jól vagyok egyedül is, de erre kíváncsi lennék, hogy mikor jön az életembe valaki. Úgy, hogy maradjon is. De hát, de az most úgy tűnik, hogy már annyiszor mondtam, hogy egyedül vagyok, meg ez, meg az, meg az. Egyáltalán nem szenvedek azért, de amúgy kíváncsi lennék, mikor? De szerintem ez olyan, mint a táncműsor. Én 18-19 éves korom óta szerettem volna csinálni. Volt lehetőség, nem adták meg, 5 évvel később megjött, és akkor jött meg, mikor tudtam is vinni. És tudtam végigvinni, és jól csinálni, és hogy legyen, szóval mikor fel voltam készülve rá. Uh-huh. Szóval szerintem ugyanaz lesz a magánéletemmel is, mikor úgy lesz, hogy fel leszek készülve rá, és tudom úgy bánni, hogy mind a kettőt boldoggá tegyem, akkor fog megjelenni. Szóval itt a válasz. Köszönöm, kristálygömb. Képzeld csak el, jöttek nézői kérdések hozzá. Jaj, amiket fel fogok tenni, és neked válaszolnak. Jó, azt láttam. Ma. Nem mindegyiket tettük ám ki, hogy ne készülj fel rá. Ja, nem láttam, mit tettél fel, csak láttam, hogy feltettél, hogy kérdezhetnek, ja, de azt nem láttam, hogy mit. Akkor már felkészültél. Na, kedves négős. Kedves nézők, most fogok válaszolni. Lehet, hogy fogok válaszolni. Na. De lehet, hogy nem. Anna kérdezi. Sziasztok, nekem lenne egy kérdésem. Mit tanácsolnál azoknak, akik el akarnak kezdeni táncolni, mivel és hogyan kezdjenek? Köszönöm, ha bekerül. Na. De szépen így darabosan elmondtam, de a lényeget értjük. Igen. Hát csak annyi kell, hogy találjál magadnak egy tánctermet, egy táncedzőt, és hajrá! Ez mind megvan benne. Igen. Úgyhogy... Igazából nem kell semmi. Ha szeretnéd csinálni, ha van kedved rá, keresél tánctermet, táncedzőt, és hajrá! Nem kell félni, hogy nem fogsz tudni, nem kell félni, hogy nincs zeneérzéked, vagy ez, vagy az. Nem fontos. Azért mész oda, hogy megtanuljál. Szóval nem kell semmit tudjál, csak akarnod kell, hogy elmenjél. Na most már tudod. Brigitta is feltette egy kérdést. Mi a legnagyobb álmod, amit még nem valósítottál meg? Persze a dancing győzelmen kívül, mert az evidens. A legnagyobb álmod. A legnagyobb álmom az, hogy... Hát... Hova? Véget érjen ez az interjú. Nem, imádom ezt az interjút. Várjál. De az, hogy én álmodozok, de nincs olyan, hogy legnagyobb álmom. Ez, én mindent úgy veszek, hogy nap, szóval minden napot úgy egyenként. És persze vannak céljaim, és vannak hosszú távú céljaim is, de nincs olyan, hogy a legnagyobb álmom mi legyen. A legnagyobb álmom az lenne, hogyha valahol le tudnék ülni valamilyen országban. Mindig utaztam, már 11 éve utaztam mindenhol, sok mindenhol éltem. És lehet, hogy az lenne a legnagyobb álmom, hogy valahol valahol maradjak, és ott tudjak dolgozni, élni, és a többi. Mert ez nagyon izgalmasnak tűnik az, hogy itt éltem, ott éltem, azt csináltam, itt csináltam. Nagyon izgalmas, megígérem nektek, hogy nagyon izgalmas, csak hogy eljön az idő, amikor nagyon le akarnál ülni egy helyen. Szóval az a legnagyobb álmom, hogy megtaláljam azt a helyet, ahol maradni is tudok. Erwin kérdezi. Azt szeretném kérdezni, miért nem maradt tovább Mexikóban? Ő nem szeretett volna kint dolgozni? Nem maradtam többet Mexikóba, mert kezdjük úgy, Gabi látott bennem több tehetséget, mint csak a tánc, és azt szerette volna, ha elvégeznék egy ilyen színészkedési kurzust, nem mondom ki a nevét, vagy ki mondom, a
Televisánál, csak hogy sajnos... Megint sípolnunk kell. Csak hogy sajnos... sajnos a koronavírus miatt, ahogy mondtam, tilalmak nem voltak Mexikóban, de minden, ami az állam, szóval minden, ami állami volt, az be volt zárva. És akkor vártuk, persze februárban kellett volna elkezdődnie, de hogy igazából 2022-ig nem nyitnak ki ott az iskolák, és színészkedést Zoom-on tanulni szerintem nem. Mm. És akkor úgy döntöttem, hogy jó, itt maradok, ha tudok tanulni, mert akkor megéri, de az, hogy csak ott maradjak, csak hogy mondjak, hogy Mexikóban vagyok, az nekem nem lett volna. Szóval nem. Jenny kérdezi, ha rossz a kedved, nem vagy jó paszban, mit szoktál csinálni? Mi kapcsol ki? Mi tölt fel? Nem nagyon vagyok rossz kedvű amúgy, de ha rossz kedvű vagyok, akkor felhívom az anyukámat is, hogy feldob mindjárt, mert ő olyan, mint a legjobb barátom. Szóval, igen. Szintén Jenny kérdezi, kettőt is kérdez, melyik országban éreznéd magad a legjobban? Nyilván most ebben az évben kellett választanom Belgium Dancing with the Stars között és Magyar Dancing with the Stars között, és a magyart választottam. Szóval nyilván nagyon jól érzem magam itt, nagyon, és remélem ez így is marad, mert ahogy mondtam korábban, nagyon sok szeretetet kaptam mindenkitől, és remélem, hogy remélem, hogy nem is fog változni, most mondjuk ez tőlem is függ, de itt nagyon jól éreztem magam, úgy éreztem, hogy mindenki nyitott karral várt, és ezt imádtam, és imádom most is, és azért is jöttem vissza. A mi kis Jennink nem bírt magával, és feltett egy harmadik kérdést is. Oda kell figyelned arra, hogy mit eszel, egészségesen táplálkozol, vagy mindenevő vagy? Őszinte leszek. Igen, megyek konditerembe, igen, sokat sportolok, de nem diéta. Bármit eszek, bármikor, Coca-Colát iszok, nem, ez természet is. Sokkal soványabb lennék, ha nem mennék konditerembe, és ha nem sportolnék, de igazából nem, ez ilyen. Ezzel nagyon szerencsés ez vagyok. Egy piszok mázlista. Igen. Szóval nem, miért hazudjak, hogy egészségesen nem, azt teszek, amit akarok, mikor akarok, de azért megyek és sportolok sokat, táncolok, majd konditeremezek. Megértitek te, ti, és úszok is, mikor van rá alkalom, szóval... Játszint kérdezi. Tetszeni fog a kérdés. Ha Gabriela Spanik és Tóth Andi közül kéne választanod, melyiket kérnéd felelőbb egy tánc? Na jó, most úgy érzem, hogy valamit el kell meséljek, mert ezt már régóta, vagyis nem régóta, egy pár hete már feljön ez a kérdés pontosan, de ez a... Összehasonlítás? Hát nem összehasonlítás, hanem ez a, nem tudom, ez a... Hát igen, mondjuk összehasonlítás. Ez a show pont arról szól, hogy minden évben kapsz egy másik táncpartnert. Azt azt jelenti, egy másik karaktert. Azt azt jelenti, hogy te profi táncosként akkor vagy jó, nem, mindenki jó, csak hogy mondom, akkor vagy a legjobb, vagy amikor tudsz alkalmazkodni egyikre is, másikra is. Én most az ötödik Dancing with the Stars csinálom, szóval öt partnerem volt. Andi az ötödik. Öt más karakter volt. Mindenkihez kellett valahogyan alkalmazkodnom, mert mind a négyel eddig döntőztem. Szóval, ha valaki megkérdezi az ötből, mert most öt van, nem csak ez a kettő, hogy kit választanék, mindenkinek megvolt a maga természetje is valamit, amit imádtam mindenkibe, úgyhogy nagyon nehéz lenne választani belőlük, hiszen mindegyikkel maximalisták voltunk és döntőig mentünk. Úgyhogy ha válaszolnom kell, akkor mit mondjak? Nem tudom mondani Gabi vagy Andi, mert Gabival végigvittem, Andival meg csak most kezdtem, szóval nem lenne egy fér válasz.
Júliát, szint nagyon felhíztad őt, nagyon. De nem, de most Gabival 4 hónapot táncoltunk együtt, vagy jó, 3 hónapot. Ki, velem, kész. Kérdésre válaszol. Velem, na. Megvan, játszint megkaptad a vár. Laci kérdezi, vagyis inkább... László. Igen, csak hogy nem is kérdés igazából, hanem hogy mondd el, hogy van-e saját mottód. Nincs kérdővel a végén. Nem, nincs. Laci sem kap választ. De maybe work hard, play hard az lenne, az biztos. Mert imádok dolgozni, de imádok élni is. Szóval... Ki az első számú rajongó csodálód az Ambrus nővéreken kívül, amit aztán tudjuk, de szerintem ők nem. Jaj, nem. Van, ne, de sajnos nem tudom ki ő. Mert vannak, hát csak az én nevemmel van legalább 4 vagy 5 profil. Tudom, hogy egyik braziliai, de a többi magyar. És van egy I Love André Mangra, vagy valamilyen ilyesmi profil, aki nagyon ott van. Mindig. Meg André Mangra fan, az Barcelonába él, és mindent, bármit kiteszek, csinálnak egy videót, egy kollást, de nem tudom, kik ők. Beszélek velük, ha írnak, mindig visszaválaszolok nekik bármire, ha kérdeznek, mindig. De nem tudom, ki ők. Ez jobb, ha titok marad, szerintem. Vagyis engem nem, én hálás vagyok, hogy ott vannak, mindig válaszolni fogok nekik, bármit kérdeznek, bármit akarnak, de azt, hogy kiderítsem, hogy kik, ha be akarnak mutatkozni, akkor ott leszek. És hozzák meg ezt a videót. Meg fogják, ne aggódj. Iratozzák is azokon a nyelveken, ahol éppen rajonganak, érted? Hát... Mit vettél utoljára 30 000 forint alatt? A sportcipőmet. Azt a fogasat? Nem, az nem volt. Igen, megdicsértem a cipőt, mert én is ilyenre vágyok, amilyen krokodil fogas. Igen, de az nem 30 000. Oké, nekem adta a cipőjét. A sportcipőmet, amiben most próbálok, igen. Azt nagyon imádom, nem is láttam ezt a céget eddig. Itt vettem Magyarországon. Van egy sokkal fontosabb kérdésem. Ja, mondd. Mit vettél utoljára 30 000 forint fölött? Ja, az könnyű, a telefonomat. Gondolom, hogy több, hát biztos több, nem. 30 000 forint, az várjál, mert az így forintban én nem nagyon tudom, de hát 30 000 forint az nem is 100 euró, ugye? Nagyon nehezen váltom én ezeket fel, én is. Nem 100 euró, azt hiszem, hogy 300, az a 37 000. De mondd azt, hogy nem, én szerintem, igen, és akkor nézők közben, hogy nem, a telefonom, de biztos az, nem, a telefonom, az biztos nem. Melyik hazai hírességet férfiban és nőben is találod a attraktívabbnak, legvonzóbbnak? Hazai. Nekem nagyon tetszik kis Ramona, amúgy nagyon, nagyon szimpatikus, és így gyönyörű. És aki nagyon vicces, és nagyon tetszik, pedig nem ismerem személyesen, az Kolló Babett, hanem Köllő. Ő is volt velünk egy ágyban. Igen, pedig nem ismerem őt, de nagyon szimpatikus, nagyon, és még ha lenne egy, akkor lenne a Madai Vivien, aki bemondja a mokkát. És férfiként... Aki példakő vagy, hát, aki azt mondod, hogy ez elég. Példát nem nagyon tudok mondani, mert nem... De hát úgy, aki ilyen... Hát... Ja. Ja, te, persze, te. És... ez így tőle jött, én nem csináltam semmit. És nekem tetszik a Tomi. Tetszik a Tomi, és tetszik a zenéje. Andinak is zenéje nagyon tetszik. Aki nagyon érdekesnek tűnik, de nem tudom egyik dalát sem, meg semmit se tudok róla, az a Vastag Csaba. De ő is egy ilyen nagyon érdekes karakternek tűnik. Vagyis nekem. És mondjuk ennyi. Hát úgy elég, egyet kérdeztem, és mondtál 30. De jó. Melyik hírességben lehet ez külföldi, vagy magyar is? Csalódtál egy picit első találkozás alkalmával, hogy
oda mentél, talán egy picit rajongással, szeretettel, és nem azt kaptad vissza, amit vártál. Hát erre nem lesz válaszod, mert nem vagyok rajongós típusú. Ez az a kérdés, amire sose kapok választ az egy-ágyban. De hát igazából nem vagyok, szóval ha a következő kérdés az, hogy ki, szóval... Bár nem igaz, Sebestyén Ági válaszolt. Kire rajongó, szóval kinek vagy a legnagyobb rajongója? Senkinek. Szóval, de nem azért, mert nagy az egóm, vagy mit tudom én, de nem. Szóval olyan nincs, hogy nagyon rajongok valakiért. Nagyon tisztelek mindenkit, aki jó munkát végzik, és aki nagyon jó abban, amiben csinál, de úgy, hogy rajongjak, és hogy oda menjek, hogy de pedig oda megyek, szóval ha valaki nagyon tetszik, oda megyek, és elmondom, de jól nézel ki, vagy nagyon tetszett a munkád, vagy ez, vagy az, szóval attól nem félek. De nem voltam, eddig nem voltam, nem történt meg, hogy valakiben csalódjak. De amúgy ritkán szoktam menni. A Dancing with the Stars-os karriered során melyik az a baki, ami úgy igazán megmaradt a fejedben, hogy nagyon vicces volt, vagy esetleg rémisztő, hogy ez megtörténhetett? Hát az... nem, az szerintem nem tánc közben, az szerintem az mindig akkor van, mikor összejössz a partnereddel, az, hogy valami megtörténik az a klik, mikor együtt tudunk igazából dolgozni, és hogy együtt valahogy egy szóval jó, persze én profitáncos vagyok, de a lényeg az, hogy mind a ketten egymásból a legjobbat hozzuk ki, és az mindig attól mindig félek. Nem, hogy félek, de az mindig ott az agyamban van, hogy az a klik meg fog történni, mert azzal végigmehethetsz, anélkül meg bármilyen jól táncolsz, bármikor kieshetsz. Ez a titkom is. Amúgy. Akkor nem maradt meg a fejedben egy olyan pillanat, amikor úristen, hogyha az ott valami történt volna, akkor most talán... Nem. Én eléggé tapasztalt vagyok. Meg Gabriellával volt valami hasonló. Igen, volt, de nem olyan rémisztő, mert elég tapasztalt vagyok, hogy bármi is történjen, megoldom. Már beszéltünk, mielőtt elkezdtük. Szóval igen, volt, persze, hogy így belegondolok, volt sok pillanat, de mindig bíztam magamba, hogy ebben a szakmában van elég tapasztalatom, hogy bármi legyen, bármikor még élőben is, megoldom. Hiszel-e valami fölöttünk lévőben? Egyetlen hívő vagy-e? Igen. Ortodox vagyok. Mm-hmm. De hiszek, persze, hogy hiszek, hogy van valami ott fent, aki ránk vigyáz, és aki minket az életbe visz. Ez biztos. Budapesten. Melyik a kedvenc helyed? Vagy van esetleg olyan rész, ami neked mondjuk megnyugvást jelent, akár egy szobornál leülni, vagy egy olyan rész, amire bármikor nagyon szívesen mész el, és szép emlékeket őrzol onnan? Igen, imádom a rakpartot, imádok ott lenni. A másik oldalon, most az a híd le van zárva, fogalmam sincs mi a neve. Lánchíd. Bocsánat. A Lánchíd. Ott a másik oldalán van egy nagyon szép rooftop, ott is imádok, onnan olyan szépen lát mindent. Igen, ez a két hely. A rakpart, ha csak így nyugodtan akarok ülni, de pont ott a Lánchídnál is volt valamilyen helyiség, most minden a neve. De és a másik oldalon meg van ez a vendéglő az utolsó emeleten, amit imádok. Árulj el nekem valamit a következő évadból, mire számíthatunk? Mi az, amit már előre te is tudsz, és anélkül, hogy a TV2 most minket meggyepálna, hogy elárulsz valamit, természetesen spoilermentesen. Mire számíthatunk a következő évekből, és veled, és Andival kapcsolatban? Mindenkit érdekel, gondolom. Igen, mindenki arra számíthat, hogy nagyon sokat fog dolgozni arra, hogy ebből csak jobb produkció lesz. Hétről hétre, persze, addig, ameddig a kedves nézők is szeretni fognak minket a versenybe látni, de mi már elkezdtük, és megyünk minden nap próbálni, és menni is fogunk, amennyit kell, mert mind a ketten olyanok vagyunk, hogy
nem is nézik az órát igazából, mert ez, mikor elkezdesz egy celebbel táncolni, és ő nem táncos persze, akkor ez egy kicsit úgy meg kell győzni, hogy ennyi nem elég, de vele nem, nincs ilyen probléma. Nem probléma, mert az se probléma. Nagyon megérhető, hogy nem érti, hogy miért kell többet üljön, vagy többet próbáljon, akkor értik meg, mikor megkezdődik a műsor, csak hogy akkor nagyon soknak már túl késő. De Andival nincs ez egyáltalán, úgyhogy azt ígérjük, hogy nagyon szépeket fogtok tőlünk látni, és nem csak táncot, hanem őszintességet, és azt úgy mondják, őszintesség? Őszintesség és transzparencia. És igen, ez általában így belecsempészhető egy csevejbe ez a két szó, hogy nem, így nem szoktuk így egyszerre, de értsük a lényeget. Igen. Őszinte produkciókat, nem. És önmagunkat. Művész úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt váltál velünk egy ágyban. Én is nagyon köszönöm, nagyon élveztem, hogy itt lehetek végre. Amúgy nagyon régóta kértél fel, de nem voltam Magyarországon, most, hogy végre idejöttem, meg tudtuk csinálni, és én nagyon örülök. És köszönöm a meghívást. Ez megtiszteltető nekem is, és amúgy jó volt, gondoltam, hogy keményebb kérdések lesznek. Mindenki fél. Én nem félek, én bármilyen kérdést meghallgatok. Az, hogy válaszolni is fogok, azt meglássuk, de amúgy nem félek, mitől féljek? Az én életem, azt tudok válaszolni róla. Más interjú alanyaim mondták, hogy nagyon féltek tőlem, és úgy örültek, hogy ilyen nyugodt, meg kedves, meg jó volt az egész. Mitől féltek? De hát amúgy, ha úgy éltünk, ha az életünkről kérdez, és úgy éltük le, akkor miért féljünk válaszolni? Ennyi. Gyönyörű. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Ti pedig kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a YouTube-on, az utcán is, őt ne. És nyomjátok meg azt a csengőt, igen, mert ezt mindig elfelejtem hozzátenni, hogy igaz, a csengőt, mindjárt pünnyi fel fog zengeni, és téged is természetesen. Neked már annyi követőd van, adjál de nekem is jöjjetek, jöjjetek, várlak, mindenkivel beszélek, mindenkivel. Előbb minket. Majd utána őt, jó. Köszönöm, ennyi. Köszönet a helyszínért a Mystery Hotel Budapestnek.